Köszöntjük benneteket itt a műsorunkban, a Bíró Mari műsorában, és arra tudunk ötletelni, hogy kinek mi a véleménye most az elkövetkezendő televíziós műsorokról, kinek mi a legfontosabb és a legjobban szeretett szakmája, például nekem az gasztrológia, a páromnak éppen a gépészet és a technológia, tehát ezekre ötletelünk és hívjuk fel a figyelmet ezekre a gondolatokra. Tehát itt a szerelő gondolatokra is fel tudjuk hívni a figyelmet, mint az egészség és táplálkozás, az iskolákban a gyermekek megfelelő testhőmérsékletéhez, biztosítani a hőmérsékletet, akkor az egészséges életmód, az oktatás, az online képzés és azok a lehetőségek, amire még most azt tudjuk mondani, hogy a bölcsödék is itt vannak, és minden olyan gondolat, amire még most arra tudunk figyelemmel lenni, hogyha van egy nagyon jó ötlet arra, hogy ki a családjával hogyan tud tovább lépni, a gyerekek iskolába járnak, tanulnak angolul, németül, és nagyon szeretik a sportot, a történelem, emlékeket, a várakat és a különféle sportágakat, kosárlabdázás, itt van Báró is, és a Giovanniék is, a kis kedvencek, az ötletek, a lehetőségek, amire még most azt mondjuk, hogy csodálatos a kerékpártúrázás, a kirándulások, azok a gondolatok, hogyha elmegyünk egy bevásárlásra, kinek mi a legkedvesebb a vásárláskor, milyen finomságokat, gyümölcsöket lehet vásárolni, de a kertészkedés is nagyon fontos, mint a környezetvédelem. És sajnos az a legnagyobb baj, hogy a kártérítési gondolatok, mint a pandémia, a Covid is itt volt, és sajnos 2 évig nem lehetett semmit se csinálni. Tehát ezek azok a gondolatok, amikor az ember azt mondja, hogy nem lehet ezek mellett elmenni. Hát, hogyha azt mondjuk, hogy fontos az egészség, a televíziózás, az információ, azok a gondolatok, azok az ötletek, hogyha például Éviék is, vagy Tamásék is abban gondolkodnak, hogy hogyan lehetne tovább fejleszteni a menedzsmentet, a marketinget, akkor a külföldi munkákat, mind a nemzetközi szakértőket, rengeteg a környezetvédelem, azok a nagykövetek, akik ezzel nagyon sokan dolgoznak, a képviselők, most itt van újra egy jó kis választási ötlet, és azokban gondolkozunk, hogy kinek mi a véleménye, hogyha ezeket a dolgokat tovább tudjuk fejleszteni. Tehát, ha egészséges táplálkozásra gondolunk, a gasztrológia az tovább az online műsorokban benne fog lenni, fejlesztéseket kell végrehajtani, és azok a gondolatok, hogy a kis kedvencek, az egészség, a környezetvédelem, és sajnos itt a szombat-vasárnapi rengeteg olyan kár és környezet szennyezés, ami itt a környezetünkben is van. Sajnos ezeket egyre jobban előtérbe kell figyelni, mert sajnos én is aszmás vagyok, tüdőbeteg vagyok, vérnyomásos beteg vagyok, bőr problémám van, aszmatikus, és folyamatos laboreredményekre kell járni, folyamatos pajzsmirigy vizsgálatokat kell csinálni, és sajnos folyamatosan itt az udvaron is már egy rosszabb a környezetünk, mert a rengeteg gyomírtás, a vegyszerezés, a szombat-vasárnapi porpiszok felhalmozása a határból jön be a falvakba, és nem lehet az udvaron egy kirándulásos vacsorázást, vagy egy megemlékezést, egy népnapozást, egy születésnapozást
csinálni, mert sajnos reggel este 6-tól este 8-ig is, akár 7 óráig, 6 óráig, mikor, meddig megy a traktor, a zetor zúgása, a folyamatos pihenő övezetünkben nincs nyugalom, nincs egy megfelelő egészségügyi védekezésünk a lakosságnak itt ezen a Jókai úton, mert a kertünk hátulja az folyamatosan parlagfüves, gyomos, és rengeteg a szúnyog. Most jöttem a szúnyog invázióból ki, már tele vagyok hólyagokkal újra, tehát folyamatosan a problémák itt vannak, és nem tudunk más csinálni, csak arra, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy a kisgyerekes anyukák, a babások, az idősek is, akiknek már egyre több az allergiás problémája, hogy hogyan lehet ezeket a dolgokat helyesen kezelni, mert a televíziózásban, az online világban is, Palikéknál is, és Ábel Alitáéknál is, vagy a színházakban is felhívják a figyelmet azzal kapcsolatosan, hogy az egészséges életmód, a fogyasztás, a táplálkozásuk, a gyermekeink jövője, a gyermekeink egészsége hogyan tud fejlődni, hogyha nem tartjuk be a megfelelő munkaidőket, szombat, vasárnap is ugyanúgy porolunk, piszkolunk a határba, és zúgnak a traktorok, zetorok, és folyamatosan megy a saját magunk malmára a munkafolyamat, mert hát miért nem menne, tehát ezekre tudunk olyan gondolatokat támasztani, hogyha elmegyünk egy kirándulásra, vagy elmegyünk egy olyan bevásárlásra, amire még ötletelni lehet, akkor azzal tudunk segítséget küldeni, hogy egy jó szerszámmal, egy jó számítógéppel, egy jó laptoppal hogyan lehet az online világot tovább segíteni, építeni, akkor hogyan lehet egy jó műsort készíteni, összevágni is akár, a statisztikát elkészíteni, a YouTube csatornázással, hogyan lehet szertenni, és a gépezeteink, a gépjárműveink kevésebb használatával is hogyan lehet ezeket a dolgokat segíteni, mert sajnos az a legnagyobb baj, hogy egyre több olyan helyzet van, hogy nincsen már olyan dolog, amire most még további gondolatok, lehetőségek vannak. Tehát arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a szerszámok, a gondolatok, a helyzetek hogyan tudnak bennünket segíteni, és azokra is gondoltunk, hogyha Ábel Alitáék is ötletelnek, akkor a házasság hogyan tud tovább lépni, a gyerekek hogyan tudják a házasságon kívüli dolgokat kezelni, rengeteg a bontóper, rengeteg a gyermekek nélkülözése, és sajnos egyre több olyan gondolat van, hogy a problémákat egyre jobban meg kell tanulni kezelni. Itt van az idősek otthona, itt van az óvodázás, a bölcsödézés, itt van a vakációzás, a környezetszennyezés is itt van közben, a pandémia is, a járványok, az izombetegségek, a gyulladásos betegségek és a környezetünk legnehezebb része az, hogy nem igazán tudunk védelmet segíteni a környezetünkért, mert sajnos nagyon sok a szabálytalanság, nem tartjuk be, és a rengeteg kártérítési per az sajnos, hogy meg kellene, hogy induljon, mert az, hogy most én följelentem a rendőrségre ezt a szavazt, abból nem lesz semmiféle jövő, semmiféle fejlődés. Ezt tapasztalatból mondom, a tanácsadásos időszakomból ezeket minden lehet mondani, hogy mindenki hagyja a maga kis kenyerét, és sajnos a másik élethelyzete egyre nehezebb lesz, és egyre jobban azt tudjuk mondani, hogy sajnos nem biztos, hogy tudunk ezekkel a dolgokkal tovább
5000-nél. Tehát figyeljétek ezeket a gondolatokat, figyeljétek a műsorozást, az ötletezést, és azokat a tippeket, ötleteket, amire még most figyelemmel kell lenni, és a rengeteg műsor, a rengeteg online előadás, ami majd lesz még a következő időszakokban, és egy jó sertés hizlalda, vagy egy malac ötletezés hogyan tud bennünket segíteni, és arra is tudunk ötvözelni, hogyha gondoljátok, hogy érdemes ezzel foglalkozni, akkor még van szabad státusz, és el tudunk menni akár egy előadásra, egy kirándulásra, egy túrázásra, és minden olyan gondolatra, amire még most ötletelünk, és a műhelyünket is szívesen be tudjuk mutatni. Köszönjük a figyelmet, és a születésnap névnapozásról sem szabad elfeledkezni, a házassági évfordulókról, a családi ünnepekről, és minden olyan dologról, amire most még tudunk lehetőségeket kínálni. Köszönjük a figyelmet, és további szép időtöltést. Köszönjük a lájkolást, a tippeket, ötleteket, és minden jót kívánunk a következő műsorokban. Viszontlátásra!